A közszolgálatáért összesen 21 kormány és köztisztviselő vehetett át szakmai elismerést a Vármegyeházán. Előzzük meg a bajt, a folyamatos kommunikáció a szülő és a gyermek között segíthet abban, hogy biztonságosan teljen a vakáció időszaka. Szakmakóstoló hét megkezdődött Apagyon a Nemzeti Agrárkamara ingyenes nyári tábora. Hagyományteremtő céllal első alkalommal adtak át közszolgálatáért díjat a vármegyei kormány és köztisztviselőknek. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A rendezvényt a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat a kormány hivatallal és a kormány tisztviselői kar helyi elnökségével közösen szervezte. A vármegye házán tartott ünnepségen 21 közszolga vehetett át oklevelet. Ünnepi hangulat a Vármegyeháza dísztermében. Itt rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Berekben dolgozó kormány és köztisztviselők számára létrehozott közszolgálatáért díj átadóját. Ilyen elismerést eddig vármegyei szinten nem adományoztak. A Magyar Kormánytisztviselői Kar területi szervezetek kezdeményezéséhez a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal is csatlakozott. A kormánytisztviselői karnak 2014 óta van egy díjadományozási szabályzata. Eddig országos díjakban tudtunk részt venni itt megyei szinten. Ez az első év, amikor úgy döntöttünk és lehetőséget kaptunk rá, hogy megyei szintre lehozzuk az MKK díjadományozását. Ez az első ilyen alkalom, és nagyon köszönjük a főispárnónak és elnök úrnak az együttműködést, és így közösen a három szervezet szervezi ezt a mai ünnepséget. Mi kormánytisztviselőket fogunk díjazni, vannak köztük olyanok, akik a kormányhivatalban dolgoznak, de a megyei kormánytisztviselői kar az nagyon széles, a NAV-nál, az államkincstárnál, a tankerületeknél, az SZDF-nél is dolgoznak kollégák, ők közül is kerül ki majd díjazott a mai napon. A vármegyei önkormányzat 9 köztisztviselőt terjesztett fel az elismerésre. A Vármegye önkormányzat egy önkormányzati rendeletet alkotott, ami alapján kuratórium alakult, és ez a kuratórium választja ki az arra érdemeseket a jelölések alapján. Régóta hagyománya volt ennek helyel közel a Vármegyében, egy civil szervezet adott hasonló elismeréseket, de a főispáni hivatal azzal a megkereséssel jött felénk, hogy ezt a kitüntetési rendet ők újra gondolnák, és jó lenne, hogy együtt tudnánk a köztisztviselőket, illetve a kormánytisztviselőket köszönteni partnerség jegyében. Ennek nagyon örültem főispánul megkeresésének, és önkormányzati rendeletalkotással megteremtettük annak a jogi alapját, hogy ilyen elismerést tudjunk átadni köztisztviselő kollégáknak a Vármegyében. Az átadó ünnepségen elhangzott, a közigazgatás átalakításával a korábban szakigazgatási szervként működő intézmények a kormányhivatal alá tagozódtak, melynek égisze alatt számos szakmai jeles képviselője dolgozik a közszolgálatáért. A Vármegyében a különböző hivatalokban több mint 4000 kormánytisztviselő dolgozik, de idéltjük nyilván a kormányhivatalt, az adóhatóságot, az államkincstárat és több kisebb szervezetet, akik szintén kormányzati tisztviselő jogviszonyban végzik a munkájukat. Azt gondolom, hogy összességében ez egy olyan létszám, ami az a rendkívül sokrétű feladatot, amit el kell látni, azt sikerül ellátni. Úgyhogy azt gondolom, hogy adottak a feltételek ahhoz, hogy minden olyan ügy, amivel foglalkoznunk kell, az lehetőleg gyorsabban működhessen is. A díjazottak közül többen évtizedek óta dolgoznak a közszolgálat területén. Az igazgatóasszony Kovács Lajosné terjesztett fel, hát a 30 év szakmai elismeréseképpen, jogelődöknél történt munkaviszonyok alapján, segítőkészség, empátia és a közösségi szellemben való részvétel miatt. Idén 12 kormánytisztviselő és 9 köztisztviselő vehetett át szakmai munkássága elismeréseként közszolgálatáért díjat Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A folyamatos kommunikáció a szülő és a gyermek között segíthet abban, hogy biztonságosan teljen a vakáció időszaka. Ebben az időszakban akár az online térben, akár a strandokon vagy a szabadtéri rendezvényeken érheti bűncselekmény a diákokat. Fontos, hogy ha a bűncselekmény áldozatává válik valaki, azonnal értesítse a rendőrséget. Gyerekek próbálják kinyitni a ketrecet egy természetvédelmi táborban.
Nagyon sok fiatal tölti a nyári hétköznapokat ilyen helyeken. De sokszor fordul elő, hogy otthon vagy a tereken telik a nyári szünet. A rendőrségi szakember azt mondta 35 perc című műsorunkban, hogy jelentősen csökkenhet a gyermekekre leselkedő veszély, ha csoportban és nem egyedül közlekednek az utcán. Elindul szórakozni a fiatal, akkor azt fontos tudni a szülőnek, hogy milyen baráti köre van, kikkel barátkozik, merre járnak, hol járnak, mit csinálnak. Fesztiválok ideje van, szórakozás lehetőségre sokkal nagyobb lehetőség, mint egyébként más időszakokban az évben. Én azt szoktam mondani, egyébként a szülő megteheti, akkor sokszor menjen inkább értük, vigye ő haza őket, biztonságosan érkezzenek haza, vagy beszéljék meg, hogy mikor érkezik haza. És beszéltünk mellé, de tudjuk, hogy az alkoholfogyasztás azért ebben az időszakban már a viszonylag fiatalabb diákoknál is előfordul. Most rendőrként mondanom azt, hogy ne fogyasszon senki alkohol, de nyilván ez nonsens lenne. Inkább azt mondom, hogy a kultúrát alkoholfogyasztásra mindenképpen fektessük hangsúlyt. Ha 3-4-en elmennek szórakozni, akkor ne hagyják, hogy valamelyikük lerészegedjen, vagy ha esetleg mégis ez megtörténik, mert még soha nem jött alkohol, de most igen, és sajnos berúgott esetleg, akkor figyeljenek arra, hogy ne hagyják magára, ez az embert hátra nem hagyunk szimszó, ez mindenképpen éljen, tehát gondoskodjanak arról, hogy vagy velük van, vagy hazaviszik, de nem semmiképpen ne hagyják magára, hiszen rengeteg bűncselekményt követnek el a sérelmére. Ezek mind olyan tanácsok, amelyek azt gondolom, hogy a szülő és a gyermek között van egy normális kapcsolat, akkor mindenféleképpen ezen a nyári időszakon különösebben problémák nélkül át lehet lendülni. Sokan töltik a folyópartokon és a strandokon is a nyári szünetet. Ezeken a helyeken és a fesztiválokon is érdemes vigyázni testi épségünkre és értékeinkre. Ha valaki lopás áldozata lesz, akkor elsősorban a helyszínen keressen egy rendőrt, de lehet hívni a 112-es segélyhívót is. Alapvetően azért ezeken a mostani fesztiválokon az elmúlt években szerencsére visszatérhetünk a fesztiválokhoz a Covid időszak után, alapvetően jó tapasztalataink vannak. Javarészt vagyonelmi bűncselekmények fordulhatnak elő, itt pedig megint csak az embereknek, az állampolgáratnak a saját érdekében tehetnek sok mindent azért, hogy ne legyenek ilyen bűncselekmények a sértettjei, tehát minél kevesebb készpénzt vigyenek magukkal, mobiltelefon, most megint mondanám azt, hogy ne vigyék, de úgyis vinni fogják, akkor azt úgy helyezzék el a zsebbe, hogy ne a far zsebbe legyen, ki lehessen húzni, hölgyetnek a kézitáska a testőrzetében legyen, ne legyen kicipzározva. Ha egy mód van rá, akkor az okmánya külön legyenek tárolva a táskán belül, tehát egy kis odafigyeléssel azért meg lehet sok kellemetlenséget. Mégis, ha valaki ilyen helyszínen bűncselekménynek lesz a sértettje, a közelben biztos, hogy van rendőr egyébként, vagy polgárőr, hozzá fordul a segítségért, vagy a 112-es segélyhívót, hogyha feltárcsázza, akkor bejelentést tehet a sérelmére elkötő bűncselekménye kapcsolatban. Melyik a gyorsabb, hogyha gyorsan valaki körülnéz, és akkor valaki egy rendőrnek mondjuk szól, vagy gyorsabb, hogyha éppen nem a mobilját lopták el, akkor telefonálni? Hát én inkább a helyszínen próbálnék segítséget kérni, hiszen az is lehet, hogy a helyszínen vannak más rendőri erők, akik pont azért vannak ott, hogy a zsebeseket figyelik nyomon, és esetleg látnak olyan arcokat, akik esetleg szóba jöhetnek, és akkor talán még ott a helyszínen elkapják. Tehát mindig, ha a lehetőség van, akkor inkább a rendőrhöz forduljunk ott a helyszínen. Nyilván, ha ez nincs lehetőség, vagy nem találkoznak, akkor ha a 112-t hívják, az is megfelelő, de inkább a helyszínen kérjenek segítséget, ha egy mód van rá. A strandok és a szórakozóhelyek mellett a virtuális térben is érheti baj a fiatalokat a nyári időszakban. Megfelelő szűrőprogramokkal és sok-sok beszélgetéssel lehet megóvni a gyermekeket a rájuk leselkedő veszélyektől. Az állattartás, a tejfeldolgozás, a kertészet és a mezőgazdaság egyéb területeiben nyerhetnek szakmai betekintést az általános iskola felső tagozatos diákjai Apagyon. A Nemzeti Agrárkamara szakmakóstoló ingyenes nyári táborában a mezőgazdaság iránt érdeklődő tanulók megismerkedhetnek a különböző ágazatok világával. Négy, tehát ugye mindegyik világít, tehát azt jelenti, hogy 100%-a fel van töltve. Ez egy ellenőrzési lehetőség, de... Nem kapcsoljuk be még. Most csak le tudtam ellenőrizni, nem kapcsoljuk be, mert általános szabály, hogy drónt nem reptetünk úgy, hogy a kontroller nincs bekapcsolva, mert mindig kontrollat kell legyen a drón. A mezőgazdasági drón reptetése előtti ellenőrzést tanulmányozzák a diákok szakember vezetése mellett testközelből Apagyon. A Nemzeti Agrárkamara egyhetes szakmakóstoló ingyenes táborában kedden a permetező dróné volt a főszerep. Most vagyok itt először, tavaly nem jöttem. Hát eddig megnéztük az állatokat, és kiválasztottuk a csapatokat, hogy ki melyik csapatba lesz. És hát azért jöttem, mert nagyon szeretem az állatokat, és hát ilyen, inkább ilyen állatokkal szeretnék majd foglalkozni.
Az eső szemerkél ugyan, de ennyit még elbír a drón, amelyet internetes kapcsolat segítségével irányít szárazföldi pilótája. Második napja tart a tábor, és a diákok közül többen is úgy érzik, érdemes lehet hosszú távon a mezőgazdasági pályát választani. Különösen azok, akik családi környezetében már eleve vannak olyanok, akik állatokkal vagy növénytermesztéssel foglalkoznak. A keresztanyukám, meg a mamám, tehénekkel, birkákkal, libával, kacsával, tyúkkal, malacokkal foglalkoznak, és nekem ez azért jó, mert tanulhatunk is valamit, és a jövőben felhasználhatjuk. A táborba az általános iskola felső tagozatos diákjainak jelentkezését várták, akik szívesen nyernek betekintést a különböző mezőgazdasági munkák világába. És akkor elkezdem átnézni a sajtjaimat. És ha látom rajta, hogy ilyen kis fekete folt van, akkor így szépen áttörlöm. Ez egy egyhetes tábor. Ebben a tábor napközis táborként működik, tehát, hogy reggel jönnek és délután mennek haza, a napot itt töltik velünk. Minden nap kis csoportokban vannak közös foglalkozásaink is, de kis csoportban találkoznak az állattenyésztéssel, kertészettel, növénytermesztéssel, géptannal és tejfeldolgozásnak a munkafolyamataival. Itt nem csak megnézik, hanem ki is próbálhatják ezeket a dolgokat, és igyekszünk igazán élményszerűvé tenni nekik. A délután folyamán pedig kirándulás sokat szervezünk, ahol partnerekhez mehetünk el, tehát olyan szakmai partnereinkhez, ahol már élőben, tehát ami a való életben vár rájuk, kertészetben, egy gépészeti céghez, illetve egy állattenyésztő céghez visszük el őket, ahol megnézhetik, hogy hogyan működik ez valóban az életben, miután már tanultak. Magyar Iné Rádi Judit hozzátette, reggel 8-9 óra körül kezdődnek a programok, amelyekhez ingyenes étkezés is tartozik. A Nemzeti Agrárkamara jóvoltából tudtuk megszervezni, mert ő támogatja és ő fedezi az összes költséget, ezért a résztvevők számára ez teljesen ingyen. Maga a tábor is, a programok és az étkezést is biztosítja, úgyhogy ez nagyon jó lehetőség egyrészt arra is, ami a nyári szünetben ugye a szülőknek gondot szokott jelenteni, hogy hova helyezik, másrészt ide kimondottan olyan gyerekek jelentkeznek, akik érdeklődnek azért a mezőgazdaság iránt, tehát hogy itt olyan dolgokat fogunk csinálni, ami kimondottan kézzel fogható, és megtapasztalják, megkóstolják igazából ezt a szakmát. A Nemzeti Agrárkamara szakmakóstoló táborát két évente szervezik meg, így legközelebb 2025-ben jelentkezhetnek majd a diákok. Soha ennyi támogatást nem kaptak a civil szervezetek, mint idén, jelentette ki Simon Miklós országgyűlési képviselő Nyírbogáton a civil szervezetekkel kapcsolatos információs napon. Szalai Bobrovnicki Vince helyettes államtitkár hozzátette, a kormány a tavalyihoz képest csaknem 3 milliárddal több, összesen 13,8 milliárd forintot különített el a civilek számára, amelyre idén októbertől lehet majd pályázni. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a civil szervezetek mindig is nagyon erősek voltak, és a mai napig fontos közösségteremtő erőt jelentenek, fogalmazott Kis András Nyírbogáton, ahol a lakosság számára információs napot tartottak a jövőt érintő civil pályázati lehetőségekről. És azt kell, hogy elmondjam, hogy a miniszterelnökség igyekszik segíteni a civil közösségi szolgáltató központokon keresztül abban, hogy a civil szervezeteknek minél egyszerűbb legyen ezt a nehéz időszakot átvészelni, és ez a fórum is arról fog szólni, hogy minden segítséget számukra megadjunk. Szalai Bobrovnicki Vince azt mondta, idén októberben fogják kiírni a civil szervezetek számára az új pályázatokat, amelyek a 2024-es esztendőre hívhatóak majd le. Ki mindenkit arra bíztatok, hogy induljon el, pályázza meg, és eddig még nem látott összeg lesz a NEA-ban. Ugye idén 11 milliárdot tudtunk szétosztani a jövő évi pénzt, meg 13,8 milliárd, tehát majdnem 3 milliárddal több, ami azért egy nagyon becsületes összeg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak jókat tudok mondani, amellett, hogy egyébként alapvetően nyilván a költségvetés inkább nehézségekkel küzd, mint sem, de a civil forrásokkal nagy baj nem történt. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője arról számolt be, hogy a választó körzetében rekordszámú pályázati forrás érkezett a helyi civil szervezetekhez. Több mint 120 nyertes pályázattal dicsekedhet a választókerület civil szférája, és ez
120-150 millió forint értékű támogatást jelent. Tehát 120 nyertes pályázat és 120-150 millió forinti támogatási összeg. Ezzel biztosan állíthatom, hogy ilyen jó lehetőségek a civil szervezetek számára soha nem voltak. Az országgyűlési képviselő hozzátette, nem csak a választókörzetében, de az egész vármegyéről elmondható, hogy soha ennyi támogatás nem érkezett a civil szervezetek számára, mint idén. Habarics Béla természetfotóiból nyílt kiállítás Szülőföldem szép határából címmel. A Nyíregyházi Egyetem B épületében megtekinthető fotók Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye épített és természeti örökségét népszerűsíti. Ezúttal az egyetemisták körében, de a felvételeket bárki ingyenesen megtekintheti július 8-áig. Szülőföldem szép határából címmel nyílt fotókiállítása a Nyíregyházi Egyetem B épületében. A tárlat Szatmár-Bereg tájainak természeti és épített örökségéből mutat be részleteket, mégpedig egy olyan fotós szemüvegén keresztül, akinek hivatása a természetvédelem. A porcsalmai születésű Habarics Béla az egyetem egykori biológus hallgatója, évek óta a szenvedélyből, valamint a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársaként hivatalból is folyamatosan készíti felvételeit Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyek különböző vidékeiről, melyeket időnként a közönséggel is szeret megosztani. Legyen szó madártáplatból készített drónos, vagy épp lessátorban kivárt fotókról. De a természeti képek mellett újra és újra felbukkan egy-egy tájba illeszkedő emberi kéz alkotta épület is. A Szatmár-Bereg, a Bereg-Szatmári sík, az ott élő növények, állatok, az ott megfigyelhető táj, az emberrel együtt egységes. Hogyha egy kicsit az időbe visszamegyünk az 1800-as évekbe, akkor láthatjuk, hogy még érintetlen volt a táj, kevés ember élt ott, és ahogy az emberi közösségek növekedtek, ahogy birtokba vette a területet, formát alakította azt is. Szándékosan szeretném azt megmutatni, hogy az ember jelenlétével, az ember gondoskodásával is egy nagyon változatos, egy mozaikos táj jöhet létre, és maradhat fent, hogyha felelősséggel használjuk, és ennek ugyanúgy része az emberi kultúra, sőt, nagyon fontos része az emberi kultúra, ezért ábrázolok a fotóimon nem csak növényeket, állatokat, hanem épületeket, épített emlékeket, mert úgy gondolom, hogy enélkül a kettő nem működne együtt, és reményeim szerint, ha jól végezzük a munkánkat, és akár a képekkel is hozzájárulhatunk ehhez, hogy az ott élő embereket szólítsuk meg, és hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy nagyon fontos az ő jelenlétük, és nagyon fontos szerepük van abban, hogy ez a csodálatos táj megmaradjon. Baracsi Endre úgy fogalmazott, a tárlat olyan perspektívákból mutatja meg Szatmár-Bereg vidékeit, amelyekből még azok is ritkán láthatják, akik ebben a térségben élnek. A Nyíregyházi Egyetem pedig, mint a kiállításnak otthont adó helyszín, külön jelentőséggel bír. Egyrészt ugye itt vagyunk az egyetemen, amely egy tudásközpont, egy tudásbázis, ahol a fiatal generáció képzése folyik, és hát nekik én úgy gondolom, hogy különleges fontosságú az, hogy ők azért teljesen úgymond, hogy egy kicsit a szófordulattal érjünk, képbe legyenek a dolgokkal, és hát itt valóban lássák azt, ami körülveszi őket itt a vármegyében, és legyenek tisztában azokkal a természeti értékekkel, amelyek úgy gondolom, hogy nem csak vármegye szinten, hanem ország szinten is egyedülállóak, és ezeket meg kell ismerni. És ezért nagyon fontos az, hogy Habarics Bélának a kiállítása itt van, mert ő meg akarja ismertetni ezeket az értékeket, ez a munkásságának a célja, és tovább akarja adni azt a tudást a saját szemszögén keresztül, amelyet ő már megszerzett. Baracsi Endre hozzátette, a tárlat által bemutatott épített és természeti örökség számos eleme a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár részét is alkotja, és mindezek megismerése segíthet a helyi kulturális identitás, az otthonhoz való kötődés erősítésében. Az ingyenesen látogatható kiállítást július 8-áig tekinthetik meg az érdeklődők. Köszönöm.
Megvan Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye első kvótája a párizsi olimpiára. Kovács Richárd, az NVSC Big Boxing 63,5 kg-os ökölvívója, a lengyelországi Európa játékokon súlycsoportja negyed döntőjében egyhangú pontozással győzte le a szerb-orosz Alexej Cedriket. Nagy Lajos tanítványa ezzel bejutott az elődöntőbe és kijutott a 2024-es ötkarikás játékokra. A már hagyományos családi nappal zárta az idényt a Nyikse. A Nyíregyházi Egyesület utánpótlás csapatai jól szerepeltek, az U11-es és az U12-es együttes bejutott az országos szakmai döntőbe. Az U18-as csapat pedig két évvel idősebbek között szerepelt az MB1B zöld csoportjában. Játék a szabadban, játék a csarnokban, dobóversenyek, egészségügyi szűrések, ajándékok a legjobbaknak. Ezek elengedhetetlen kellékei egy kosaras családi napnak. A Nyíkse harmadik alkalommal búcsúztatta az idényt egy olyan rendezvénnyel, amelyen a gyerekek mellett a szülők is részt vettek. Az Egyesület elnöke szerint eredményes évre zártak utánpótlás csapataik. Az U11, U12-es csapatainkra nagyon büszkék lehetünk, hiszen ők országos dzsamburiba és szakmai döntőbe is jutottak, és az U10-es csapatunk pedig megnyerte a megyei bajnokságot, hiszen még országos szinten U10-es korosztályban nem indítanak bajnokságot, viszont a megyei szövetség az indított, és magasan két csapatunk is részt vett rajta U10-es csapataink közül, és egyik első, másik pedig harmadik helyen végzett, úgyhogy rendkívül büszkék vagyunk rájuk, a jövő tehetségei, szeretnénk őket nagyobb odafigyeléssel, sokkal keményebb munkával és nagy odafigyeléssel menedzselni a későbbiekben. Bízunk benne, hogy Nyíregyháza sikercsapatát tudjuk majd összekovácsolni, akár majd a magasabb korosztályokban is. És az U20-asokra is büszkék vagyunk, és ami az U18-as csapatunk volt, hiszen ők a felnőttek mellett NB1B-be kellett, hogy küzdjenek, és igazán nagy akadémiai csapatokkal, meg felnőttekkel kellett viaskodniuk, úgyhogy szerintem ők is megérdemlik a gratulációt. Gombkötő Norbert a Vármegyei Szövetség idényzáró rendezvényén az év edzője díjat vehette át. 4 évvel ezelőtt hazatértem Nyíregyházára, és a Nyíksénél helyezkedtem el, Balogh Béla elnök hívott ide, és úgy érzem, hogy sikerült itt is megvalósítanunk az elképzeléseket, nagyon sok tehetséges gyereket kiválogattunk, és elindultunk a különböző bajnokságokba. És most idén az U12-es bajnokság a 2011-es, 12-es születési játékosokkal eljutottak az ország 16 legjobb csapata közé. Egy úgynevezett szakmai tornát rendeztek ennek a korosztálynak, Sopronban voltunk, és talán ez is közre játszott ebben. A fiatal kosarasok július közepéig az Egyesület nyári táborában töltik napjaikat. Augusztus elején egy gyulaházi edzőtáborra indul majd a felkészülés a következő idényre. Június 29-én csütörtökön a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra legközelebb holnap este. Várjuk majd önöket, nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Pénteken a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütésre számíthatunk, a Dél-Dunántúlon azonban inkább derült lehet az ég. A déli szél az ország nyugati részein megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 27 fok között valószínű.